Tisztelettel köszöntök mindenkit, vendégeinket a társulat régi, új, vagy a közbülső területre eső tagjait. Nagyon, nagyon megtisztelő, hogy ilyen jeles vendégeket üdvözölhetünk. Köszöntöm Hebrink Zsombor polgármester urat Alsőrs képviseletében, Óvádi Péter urat a Veszprém megyei jogúváros önkormányzata képviselőtestületének nevében. Köszöntöm a színház alapítói közül dr. Vándorfi Győzőt. Egy nagyon jó nevű rektori vagy felsőoktatási csapat jött itt össze. Tisztelettel köszöntöm Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektorát. Veszprémi. Köszöntöm Wondervis Lajost, a Színház és Filmművészeti Egyetem kancellárját. Ő is veszprémi. Szakály Györgyöt, a Táncművészeti, Magyar Táncművészeti Egyetem rektorát, a Táncfesztiválja. És a társintézmények képviselői nevében köszöntöm Hegyeshalmi Lászlót, a Művészetek Háza igazgatóját. Horvátné Kecskés Diánát, a Családsegítő Intézmény vezetőjét. És köszöntöm Mike Friderikát, aki a Veszprém Európa Kulturális Főváros pályázatán dolgozó hétfa kutató intézet és elemző központ projektvezetője. Köszöntöm természetesen a társulat tagjait még egyszer, már csak azért is, mert ez nem csak évad nyitó, hanem évad záró is, ahogy nálunk lenni szokott. Nem mintha a következő évadot zárnánk be, remélem, hogy nem erről van szó, hanem a nyári szezonunk, ugye, ami még nem lehetett tárgya a májusi vagy júniusi évad záró értekezletünknek, vagy társulati ülésünknek. Annyit mondanék, csak a számokkal nem nagyon szeretek foglalkozni, de azért mégiscsak iránymutatóak. A nyári szezonban, azaz június közepétől augusztus 20-áig 42 előadást játszott a Pannon Várszínház, szerte a régióban. Ez kettővel kevesebb, mint az elmúlt évben, ez a kettő pedig annak köszönhető, hogy az alsóősi gyermek előadásukat a strandon 2-10-ben is az időjárás sújtotta, és nem tudtuk megtartani. Egyébként ugyanannyi lett volna, mint az elmúlt évben. Egészen kiváló a nézőszám alakulása. Nyilván a nyári szezonhoz, mert a zömében azért ugye 99%-ban szabadtéren játsszuk ezeket az előadásokat, az időjárás kegyessége is szükséges hozzá. Azt tudom elmondani, hogy fizető, illetve nem fizető nézőkkel együtt, mert ilyen rendezvényünk is volt, közel 30 ezeren tekintették meg az előadásainkat. Ezt nagy mértékben hozzájárult ehhez, ez tulajdonképpen nem fizető projekt volt, az Ajkai Rock Rendezvú, ahol 4 koncerten körülbelül 10-12 ezer ember tolongott. Volt itt Bikini, 30Y, Hősök és Alma együttes is. Viszont a dolog financiális részét a Pannon Várszínház, illetve a velünk ott együttműködő cégek biztosították. A fizetőnézők aránya is egészen jól alakult, majdnem 2,5-szerese volt az elmúlt évi nyári fizetőnézőinkhez képest. Rengeteg helyszínünk volt, a legtöbbet Alsőörsön játszottuk, itt volt 2 felnőtt előadásunk, és pontosabban 3. Volt 3 gyermek előadásunk a strandon. Nagyon sokat játszottunk Balatonfüreden, itt a Marina szálló kertjében gyermekelőadás, este pedig egy zenés produkció került színre. Itt külön köszönetet mondok annak a stábnak, akik nagyon-nagyon önállóan és kreatívan működtek közre, és kezelték a mindig eltérő, időnként eltérő anyanyelvű közönséget is. Játszottunk, tehát Veszprémben nagyon-nagyon kezd beindulni, nagyon jó helyszínünk az egykori Várbörtön udvara.
ami az előzményekhez képest sokat fejlődött, hiszen kulturális helyszínné vált. Tehát Veszprém, Ajka, Alsóörs, Balatonfüred, Balaton Lellén 3 előadást játszottunk. Ez a helyszín is a saját szervezésünkben működik. Tehát a mi marketing eszközeink kellenek ahhoz, hogy itt igazából teltházak legyenek, zsúfolásig voltak a helyszínek. Játszottunk ezen kívül Budapesten a Hadszínteátrumban, Budapesten Kőbányán, Várpalotán, Siófokon 2 előadást, Egerben az Agria játékok keretében is játszottunk, Dunaharasztiban is. Tehát azt hiszem, hogy eléggé helytáltunk a regionális szerepünket betöltve. Nagyon köszönöm nem csak a színészeknek, hanem köszönöm az irodai dolgozóknak, akik nyári szezonban nem az irodában vannak elsősorban, hanem kísérik helyszínről helyszínre a produkciókat, és biztosítják a jegyárusítást és mindenféle egyéb szervezési dolgokat, úgyhogy nagyon, nagyon remekül helytáltak ők is. És szeretném ezúton is, minden évben el szoktam mondani a műszak teljesítményét, a díszítők, hangosítók és világosítók teljesítményét is, mert nem csak a színészek vándorolnak helyszínről helyszínre, hanem az őket kiszolgáló technika is, és nem megvilágításról van szó itt az előadások esetében, látom, itt ül két kiváló világosítónk is, hanem művészi eszközökkel történik ez is, és még a szabadtéri helyszíneken is illúziót keltő az a látvány, amit biztosítanak számunkra, és nekik is külön köszönöm. A nyári produkciók közül, ha lehet kiemelni néhányat, azt megtenném. A Pál utcai fiúk című produkciónk, ez a regény új zenés változata. Ez ugyan az elmúlt évad utolsó bemutatója volt, de nyáron nagyon megmutatta, hogy bármerre megyünk. Viszi a színház és a produkció jó hírét, ez rendkívüli siker. Nagyon büszkék vagyunk egy új kezdeményezésre, amit tudtunkkal senki nem csinál Magyarországon. Ezt Ajkán a városi strand, nagyon szép városi strand egyik medencéjénél vezettük be a vízi Orfeumot, ami nem azt jelenti, hogy a medence partján és a medencében elhelyezett szilárd felszínen, hanem magában a vízben is koreográfiák és dalok hangzottak fel egészen furcsa módon. Annak ellenére nagyon keveset tudtuk próbálni, nagyon szép előadás jött létre, úgyhogy az ebben résztvevőknek is szeretném megköszönni. És bár a helyi sajtó nagyon derekasan beszámolt arról, hogy mindig, és ez nem bulvárhír, a színházi beugrás az mindig egy különleges attrakció. Nyáron Egerben játszottuk a Mária Evangélia című produkciónkat, aminek egy igazából nagyon nehéz énekes szerepe van, a címszerep. És bár volt 3 Máriánk is, abból 2-re ketten feküdt a 40 fokos melegben lázasan, egy pedig Németországban volt, úgyhogy be kellett ugrani ebbe a produkció, mégpedig egy rövid délutáni néhány óra alatt, és ezt Kovács Ágnes Magdolna tagunk tette meg egészen bravúrosan, úgyhogy ezúton is gratulálok és köszönöm neki az előadásnak. Térjünk rá az évadra. Az évad, 18. évadunkat kezdjük. Hála Istennek most már néhány év óta itt a Hangvilla rendezett körülményei között. Abban sem különleges, de nem kerek évforduló a 18, de becsüljünk meg minden egyes számot, pláne hogyha pozitív tartalmak kötődnek hozzá. 5 bemutató alkotja a bérlet sorozat tartalmát. Ez az 5 produkció a Mágnás Miska című operett bohózat, vagy operett komédia, a Jövőre veled ugyanitt című romantikus vígjáték, ezt Szelle Dávid rendezi, a Janika című vígjáték, a Bűn és bűnhődés című
Hát műfaja az is bűn és bűnhődés, de adtunk egy ilyen fantázia címet, hogy alternatív krimi. Alternatív előadás, furcsa dramaturgiai megoldásokkal. Ez természetesen egy krimi, de hát a krimi az csak egy sorvezető, és apropó az arról, hogy a világ állásáról szóljunk, és egy ősbemutató, a Béke Presszó, Vadfrutik, Rikó Marcell, Géczi János és még sokan mások műve lesz. Hát ahogy mondani szokták, ez még munkálatok alatt van ennek a produkciónak az elkészülte, de mivel az utolsó bemutatónk, tehát egyáltalán nem vagyunk elkésve. Ezen kívül, hogy 5 felnőtt előadást javaslunk a felnőtt bérletbe, egy új ősbemutatóval jelentkezünk az ifjúsági közönség számára, mégpedig 2 jeles kortárs szerző az írója, szerzője, Grecsó Krisztián szöveg és Rutka Róbert a zene. Ez a 2 személyes zenés játék majd valamikor október közepén kerül színre, és holnap már neki is vágunk a próbáknak. Ezen kívül bemutatkozik itt, ebben a térben a Pannon Bár Színház. Nem ironizálunk a saját nevünkön, ez valóban a Bár Színháza lesz. A színészek majd a pult mögött fognak helyet foglalni, és részt vállalnak a kedves nézők kiszolgálásában is. Ez az étteremmel való, a Hangvilla História étteremmel való együttműködésünk egyik jelentős állomása lesz. Ezen kívül, ez lehet, hogy nem ebben az évadban fog megvalósulni, de az előkészületei mindenképpen, egy műfajteremtő kezdeményezéssel állunk elé, tehát a Bár Színházon kívül még egy új Vízi Orfeum Bárszé, tehát itt mindig van valami újdonság. Nagyon ismert és már-már elcsépelt műfaj a stand-up comedy. Ennek inverzeként a sit-down comedy-t fogjuk megalapítani. Ez azt jelenti, szerintem egy nagyon nemes kezdeményezés. A mi nagyon mulandó szakmánk, nagy személyisége is igen-igen mulandóak. Ma már alig-alig ismerik az ifjabb generáció, mondjuk Major Tamás, Gábor Miklós, Latinovics Zoltán, és mondhatnám még a hosszú sorát a kiváló művészeknek. Viszont a róluk fennmaradó vagy terjedő, elsősorban színészklubokban, premierek alkalmával terjedő anekdóták és történetek, azok felelevenítése hozzásegítenének bennünket ahhoz, hogy ezek a személyek még tovább éljenek. Ezek színész, színházi sztorik lennének, pontosabban előadó művészeti sztorik, mert nem szeretnénk sem a táncművészetet, sem a zeneművészetet ebből kihagyni, hiszen itt is bizonyára történtek mindenféle huncutságok és érdekes dolgok. Ennek a produkciónak is lenne egy budapesti és egy veszprémi vége, tehát a fővárosban is itt is menne ez a sorozat. Ugyanúgy, hogy nem említettem, a Stop, tehát az új ifjúsági bemutatónk, egy új színházi helyszínen, egy új színházi kamara helyszínen a budapesti Hadszín Teátrumban, és itt is műsorra kerül. Reméljük, hogy Budapesten is szép életet fog majd befutni. Nem panaszkodhatunk a budapesti vendégjátékokat illetően egyébként sem. Erre ez az évad is lehetőséget nyújt. Ilyenkor már látszik az új évad bérletes nagyságrendje is. Itt is örömteli híreink vannak. Eddig itt Veszprémben 7 felnőtt bérletet és még számtalan ifjúsági és gyermekbérletet is játszottunk. Ez a 7 felnőtt bérlet ebben az évadban 9 lesz, tehát 2 bérlettel növünk. Ez körülbelül azt jelenti, hogy közel 1000 bérlővel, felnőtt bérlővel több a nézőnk, ami nagyon-nagyon jeles dolog. Egy zsufolásig telt házas bérletünk lesz majd vasárnap, egy újabb vasárnap délután 5 órát lőttünk be, és van egy nagyon érdekes kezdeményezésünk. Azzal tiszteltek meg a
város vezetői, hogy az Európa Kulturális Főváros Művészeti Tanácsába bekerülhettem, és nem mintha nem ismertük volna egymást, de itt egy kicsit többet tudtam meg a Veszprémi családsegítőről, és Diana elmondásaival és beszélgetése alapján is többet tudtunk meg arról, hogy Veszprémben is vannak természetesen nem csak egzisztenciálisan, hanem mentálisan is nehéz helyzetben levő csoportok, és olyan csoportok, akikből szeretnének kitörni, és olyan segítők, akik segítenek, hogy ez a különböző szenvedélybetegségekkel élő csoportok keresik útjukat vissza a társadalomba, és ez egy nagyon, nagyon jeles kezdeményezés. Mi ahhoz abban szeretnénk segíteni a családsegítő által képviselt csoportoknak és dolgozóknak, akik nem juthatnak el másképp színházba, hogy a nyilvános főpróbáink alkalmában egy úgynevezett főpróba bérletet hirdetünk, és ide várjuk ezeket a személyeket, csoportokat és az őket segítő munkatársakat. Ez egy nagyon, nagyon jelentős áldomásnak érzem, hogy az egyébként is széles veszprémi társadalmi kapcsolatrendszerünk az tovább erősödjön. Eddig látszólag természetesen minden nagyon jó. Nem tudom most sem természetesen kihagyni, hogy a finanszírozásunk nem rendezett. Mi 4 esztendővel ezelőtt benne voltunk az 2010-ben létrejött előadóművészeti törvény kedvezményezettjei között, tehát benne voltunk a külszínházi támogatási rendszerben. Ez a rendszer 2013. január 1-től változott meg, és így mi nem vagyunk abban a körben, ami normatív alapon kap támogatást, hanem egy pályázati körben vagyunk. Mivel mindig meg szokta kérdezni a sajtó, és nyilván mindenki joggal várhatja, hogy itt konkrétumokat is mondjak, abban a 3 esztendőben, ameddig mi élvezhettük az állami támogatást, az teljesítmény alapon mindig évi 110 millió forint támogatás körül mozgott. Ez az 5 évre, mióta nem részesülünk, 5. éve nem részesülünk, ez összesen ugye 550 millió, ami elég riasztóan hangzik. Pályázati úton ebből az 550 millióból az 5 év alatt 30 milliót tudhattunk magunkénak, ez nagyon kevés, tehát mintegy 520 millióval kevesebb 5 év alatt a rendelkezésünkre álló pénz. Nagyon-nagyon sokat jelent, hogy 3 önkormányzat mellettünk van. Természetesen a nekünk székhelyül szolgáló Veszprém önkormányzat, úgy hiszem, hogy nagyon, nagyon megtisztelő. Nem vagyunk mi a veszprémi intézményi körben, ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon odafigyelő, és nagyon minden módon odafigyelő és féltő támogatásban részesülünk a város részéről. Ugyanezt mondhatom el Ajka város részéről, ott egy közszolgáltatási szerződésük van már hosszú évek óta, és Alsős városával is már 7. éve, vagy község önkormányzatával is már 7. éve tart ez a kapcsolat. Ezek a támogatások természetesen nem tudják kiváltani teljes mértékben azt, amire nekünk szükségünk van. Dolgozunk azon, és bízom abban, hogy ez a támogatás valamikor, remélhetőleg a közeljövőben biztosítja a színházunk biztonságát, szakmai és egzisztenciális biztonságát is. Nem csak új évadunk van, új tagjaink is vannak, és amint látszik itt az üvegfelületen, hogy belülről nem, de kívülről nagyon, egy új arculatot építünk, aminek az első lépése az, hogy a plakátjainkra és különböző felületeinkre kikerülő előadást reklámozó arculat az más lett, mint ami eddig volt. Egy veszprémi csapattal kötöttünk szövetséget, egy fiatal veszprémi, nagyon tehetséges csapattal, a Julius Hard csapatával, akik nagyon rövid idő alatt
nagyon tartalmas két beszélgetés alapján megértették, hogy mit szeretnénk üzenni az előadásainkkal, és nagyon kreatív és nagyon tehetséges módon nyilvánultak meg. Ezt követi majd az egész elektronikus felületeink megújulása, tehát ez egy lépés sorozat lesz, új társulati fotók megalkotása, tehát úgy gondolom, hogy ezzel is jelentőset lépünk előre. Hogy miért ülnek itt az egyetemek képviselői, hogy a Pannon Egyetem rektor, hát itt üdvözölhetem, ez lehet a névazonosság, meg a hely azonosság miatt is, de nem ez a fő cél. A Veszprémi Egyetem az egyik igen erős bázis, ahol a színház elmélet képzése, a színház elméletre való képzés az nagyon régóta folyik, és ebben szeretnénk mi az egyetem segítségre lenne, amennyiben ebben mi tudunk segíteni, és szeretnénk azt a régi vágyat beteljesíteni, vagy legalábbis megtenni a további lépéseket, hogy az egyetem és a színház közötti kapcsolat az tovább mélyülhessen. A Színház és Filmművészeti Egyetem vezető is veszprémje, tehát M. Tóth Géza rektor úr és Vonderis Lajos kancellár úr veszprémiek, valamennyien részt vesznek Veszprém kulturális közéletében, és abban is megnyilvánul a kapcsolat, hogy az elmúlt évben egy nagyon tehetséges fiatal tagunkat, Staub Viktóriát vették fel az egyetemre, és reméljük, hogy egy nagyszerű színművésznő válik majd belőle, mert még az egyetemi évek előtt is komoly tehetséget mutatott. Szakály György rektor úr a 20. évébe lépő Veszprémi Táncfesztiválon 19 éve vesz részt, nagyon különböző módon, táncosként, koreográfusként, zsűritagként és zsűrielnökként is, és a Táncművészeti Egyetemmel is megvan ez a kapcsolat, mint a színművészetivel, hiszen idén két fiatal művészünket vették fel, Telegdi Kamillát és Iker Biankát, és reméljük, hogy ők is ugyanilyen szép pályát fognak befutni, mint amit elvárunk tőlük. Új tagjaink. Nem munkaszerződéses módon, de több produkcióban vesznek részt, kaptak meghívást. Nagyon fontosnak tartom, hogy fiatal művészek mutatkozhassanak be. Mindketten, két hölgy, mindketten a Pesti Magyar Színi Akadémián végeztek. Egri Zsófia, meg is mutatnánk. Álljál, hogy Zsófiám, hadd lássanak. És Kárpáti Barbara. Most még szerények, de majd ez el fog múlni. Új műszaki arccal is gazdagodtunk. A díszítők csapatát egy fiatalember, Varga Gábor Dániel. Ő te is állj fel, Gábor, azért mutat közel be. Nagyon fontos, hogy elhivatott szakértő és jó szellemű fiatalemberrel gazdagodtunk. Ezen a vonalon még folynak a fejlesztések. Bár sok tekintetben nem új tagunk, de Magyar Jánost is szeretném megemlíteni itt, aki különböző darabokban, kis szerepekben már bemutatkozott, de most a színházi fodrász és öltöztető csapat bázisát erősíti, és a nyár folyamán már nagyon sokat tett azért, hogy ezen a vonalon is hiteles legyen. Üdvözlünk téged is. Vannak, de tőlünk tulajdonképpen színész nem igen ment el. Elmúlt 17-18 év alatt két olyan embertől váltunk meg, akiket nem szívesen látnánk újra. Ez nagyon kevés a színházi berkekben, de vannak olyanok, akik úgymond nem rendes tagjaink, vagy nem munkaszerződéses tagjaink, de ezekben nem ment el senki rajtuk kívül. Tehát aki elment, máshol van társulati tagsága, vagy éppen nincs, vagy szabadúszó, az is folyamatosan visszajár. Úgyhogy egy fiatal, még mindig fiatal színészt üdvözölnék, aki majd ebben az évben egy új produkcióban újra
a Pannonhalmi Színház sorait erősíti. Egyed Brigitta. A Bűn és bűnhődés egyik főszerepét fogja majd alakítani. És hát bár folyamatosan ő is játszik, újra egy új produkcióban mutatkozik majd be Gazdag Tibor, ő pedig a Békepresszóban. A színházunk időrendben utolsó és egyik legnagyobb projektje minden évben a táncfesztiválja. És mivel ez a 20. évében lép az elmúlt, vagy az elkövetkezendő szezonban, úgy gondolom, hogy ez külön megérdemel néhány szót. Megkérném Krámer Györgyet, a fesztivál művészeti vezetőjét, hogy mondjon erről nekünk néhány gondolatot. Jó napot, szervusztok! 20. táncfesztivál előkészületei zajlanak. Gondolom, nem igényel különösebb magyarázatot az, hogy szeretnénk ennek a jeles évfordulónak megfelelő méltó módon különlegessé tenni a 20. fesztivált. 20 év rengeteg idő, és mindenféle olyan projekttel készülünk, amelyet nem szoktunk a fesztiválon megrendezni, megszervezni. Az első és előkészületek alatt állnak ezek, tervekről beszélek. Az első és talán legfontosabb, és már többször fölmerült tervünk, hogy a 20 év történetét egy művészi igényű, exkluzív album kiadásával szeretnénk dokumentálni, aminek elsősorban a legnagyobb részét azok a fotók reprodukciói képeznék, amelyek a 20 év alatt Veszprémben a fesztiválon készültek, de természetesen történeti áttekintés és függelékkel szeretnénk egy kordokumentumot hátrahagyni. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és nagyon van a fesztiválon részt vett fotósok fiókjaiban, vagy szekrényeiben, nem tudom hol tartják, egy olyan méretű, olyan mennyiségű anyag, fotoművészeti csodák. A 10. évfordulón is neki szaladtunk, a 15-en is. Hát ez most sikerülni fog, három a magyar igazság, ahogy mondani szokták. Tehát ez az egyik, amit nem szoktunk a fesztiválokon csinálni. A másik, hogy szeretnénk az ünnepi fesztivál díszvendégekkel, az ünnepi fesztivál rangját díszvendégek meghívásával emelni. Ezt is két részre osztanám, egyrészt borzasztó szívesen venném, ha sikerülne az eddig volt összes zsűritagot vendégül látnunk, illetve az összes fotóművészt, ez nem kis létszám. A másik része az, amit nem szoktunk csinálni, az pedig nemzetközi díszvendég meghívásával. Itt egy kis kitérőt hagyj tegyek. Erre elsősorban inspirációt a Veszprémi Európa Kulturális Főváros projekt adott, hogy ugye ez egy magyar fesztivál, a Magyar Koreográfia Művészet, Kortárs Táncművészet fesztiválja, de kívánatos valahogy bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe. Ezt anélkül kell megtennünk, hogy olyan projektet tervezünk, ami mondjuk szétfeszíti ennek a fesztiválnak a keretét, vagy kifordítja a gálájából, ahogy mondani szokták nálunk Csepelen. Tehát, hogy nem szétrobbantva, tehát egy olyan díszvendég projekt sorozatot tervezünk, amikor mindig van egy nemzetközi reputációjú művész, illetve a hozzátartozó együttes vagy pedagógiai műhely, amely vendégként az elkövetkező fesztiválokon végig jelen van. Itt van egy vágyakból álló lista a tarsolyunkban, nem mondhatok neveket, mert nagyon a puhatolózás és az előkészületi fázisban van, de ígérhetem, hogyha ez összejön, akkor az egy komoly országos szakmai visszhangú része tud lenni a fesztiválunknak. Az elméleti szakmai munkát kibővítendő konferenciát tervezünk, hát elsőként talán éppen a szakmai fesztiválok finanszírozásáról, de ennek is lehet folytatása. Nagyon fontos az, hogy a fesztiválon bár elég
kevésé publikált, vagy publikus, vagy a publikum érdeklődése kevésé számos szakmai elméleti munka folyik egyébként a 20 éve. Ezt szeretnénk kibővíteni a szakmai problémákat felölelő és áttárgyaló konferencia sorozattal. Ezek azok a programok, amiket nem szoktunk csinálni. Amit szoktunk csinálni, de valahogy az évek alatt elsősorban financiális nehézségek miatt elsorvadtak, vagy összezsugorodtak, szeretnénk a 20. fesztivált a régi fényében felmutatni májusban. Itt elsősorban mi magunk között Táncol a városként, ez a Laci elnevezése, Táncol a városként programsorozatnak hívjuk, tehát kimennénk az utcára. Az természetes dolog, hogy egy város elvárhatja azt, hogy a szakmaiságon túl valami fajta könnyebben fogyasztható, a város az utca embere számára is megnyilvánuló dolog legyen egy ilyen fesztivál, amire pénzt ad a város, amire a központi költségvetésből pályázunk, hogy az utca emberének is nyújtson valamit, vissza szeretnénk hozni ezeket a programokat. Itt elsősorban a város utcáin, terein tánckommandók szervezésével, illetve a már több két-három alkalommal megrendezett nyilvános táncházzal kedveskednénk a városnak, de volt itt már utcazenész, meg sok minden, tehát ezt szeretnénk, és ez szintén financiális kérdés a 20. alkalommal mindenképp, de ha lehet, akkor innentől kezdve újra a régi fényében tündökölve a fesztiválban felmutatni a város számára. Itt van ez az épület, amit szeretnénk az elmúlt években tapasztalhattátok, szintén nem csak a város táncol, hanem mondjuk Táncol a hangvilla, a különböző alternatív tereken továbbra is táncoltatni az épületet, ha szabad ilyen viccesen fogalmazni. Vissza kell hozzuk a koncert zenei életet a fesztiválra, ami szintén kizárólag financiális okok miatt kopott meg és sorvadt el. Itt elsősorban azokra a muzsikusokra számítunk, akiknek valamilyen kötődése van a kortárstánchoz. Van ilyen, tehát nem az a baj, hogy nem találnánk. Van ilyen, és semmiképpen se túlterjeszkedve, és mondjuk akár átlógva az egyéb zenei rendezvények kárára, hanem azt a speciális ágát a zeneművészetnek, amely kötődik a kortárs tánchoz. És szeretnénk a kiállítási életünket is feleveleinteni. Talán van itt olyan, aki emlékszik rá, hogy volt, amikor teleszórtuk óriás nyomatokkal, elektrográfiás művész barátaink óriás nyomataival a várost, egészen egyszerűen azért, nem csak azért, mert szerettük, hanem azért, mert volt is rá pénzünk. Ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom, de a kamara kiállításainkat is szeretném, hogyha ez sikerülne a 20. fesztiválra, és attól kezdve a továbbiakban is feleveleníteni. Az legújabb, és nem véletlenül hagytam utoljára, mert nagyon fontosnak tartom, a legújabb projekt, ez szinte biztos, a fesztivál kapcsolódó partnere, a Veszprémi Táncfesztivál kapcsolódó partnere lesz az Imre Zoltán programnak. Erről azt kell tudni, hogy a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumot hozott létre évi 100 millió forinttal 3 éven keresztül, a fiatal pályakezdő koreográfusokat és táncművészeket támogatandó hozott létre egy alapot. Ez az alap partnereket várt a programhoz. A Veszprémi Táncfesztivál ez alatt, az idő alatt, amit előre látunk, a 3 év alatt befogadó partnere és játszóhelye, bemutatkozó helye lesz azoknak a fiatal művészeknek, akik ennek a pályázati úton elnyerhető forrásnak a kedvezményezettjei lesznek. Volt ilyen kísérletünk, ami elhalt, hogy legyen a fesztiválon egy ilyen vonulat, 3 évvel ezelőtt hirdettük meg, és nem sikerült megcsinálni rajtunk kívülálló okok miatt, és én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy felkínálta az Imre Zoltán kuratórium, Imre Zoltán program kuratórium ezt a lehetőséget, mert nagyon-nagyon fontosnak tartjuk
a jövőt, amiről nagyon sokat beszélnek sokan, és nem tesznek sokat annyian. Volt nekünk ifjúsági programunk, és szeretném felelevelni azt is, de itt most kifejezetten a pályakezdők megmérettetéséről lehet szó, hogy hamar kerüljenek a közönség elé, a szakmai zsűri elé, nem beszélve arról, hogy hamar kerüljenek Veszprémbe, mert változatlanul azt gondoljuk, hogy ennek a fesztiválnak a városban jelentős szerepe és helye és funkciója van. Tehát sok mindent tervezünk, egy dolgot biztos, hogy nem támogatnék soha, semmiképpen se vinném a fesztivált a komercializálódás terepére, aminek szintén elég nagy divatja van ma a művészvilágban, elsősorban azért, mert mindenki fut a pénze után, és én ameddig megtehetjük azt, hogy azt a progressziót, amit a fesztivál 1998 óta képvisel, a kortárs alkotóművészet, előadóművészet terén, azt fent tudjuk tartani, miközben elismerem, szükséges a nagy közönség számára is alternatív, izgalmas, könnyebben fogyasztható dolgokkal megmutatkozni, de ezt a szakmaiságot, amire büszke vagyok, amit őrzünk, aminek mindenféle csodálatos, nem mindenféle, sok csodálatos művészbarátunk kísérője, alakítója volt, a zsűri tagjai, és maguk a fesztiválon fellépő művészek, képzőművészek, fotóművészek, zenészek, ebből nem szeretnék engedni egy jottányit se. Arra kérlek benneteket, kollégák, barátok, hogy hát egyrészt drukkoljatok, meg ahol tudtok, segítsetek abban, hogy financiális tekintetben is visszakerülhessen ez a fesztivál arra szintre, ahol az első 3-4-5 évben volt. Ígérem, meg fogunk felelni az elvárásaitoknak, vagy talán azon vagyunk, hogy túl teljesítsük azokat. Köszönöm szépen, egy kicsit hosszabb voltam, mint kellett. Kérem Óvádi Péter képviselő urat, hogy Veszprém megyei jogú város önkormányzata nevében mondjon nekünk, és saját nevében néhány mondatot. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Úgy érzem, hogy nagyon könnyű helyzetben vagyok. Nagyon könnyű helyzetben vagyok azért, hiszen a nagyon sok városvezetőnek, településvezetőnek egy kicsit előkörnie kell akkor, amikor arról kell beszélni, hogy milyen színes kulturális élet is van a városában, a településén. És szerintem Veszprémben nem kell erőködnünk. Aki itt Veszprémben él, aki itt Veszprémben mozog, aki csak lejön Veszprémbe, vagy aki dolgozik, vagy valahogy kötődik Veszprémhez, az tudja, hogy Veszprémben milyen színes kulturális élet van, milyen büszkék vagyunk a kulturális életünkhöz. És ehhez az egyik legnagyobb alappillér az a Pannonvár Színház. És ezért is gratulálok igazgató úrnak, hogy nehéz is ehhez meg valamit már hozzáfűzni, amit igazgató úr itt elmondott, hiszen a számok azok makas tények, és ennyi nézőhöz tényleg csak gratulálni lehet. Itt vannak nám szakavatottabb emberek annál, hogy ha jól tudom, akkor vidéki városban nagyon nincs is olyan, hogy több színház is működik. Azt azért el lehet mondani, hogy Veszprémben biztos a egyfőre jutó kulturális fogyasztás az a legnagyobb, és ehhez a Pannonvár Színház nagyon sok mértékben hozzájárul. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy Veszprém városa ezután is elkötelezett lesz a Pannonvár Színház irányába, és ha tudunk, akkor még többet segítünk, és a többi helyen is megpróbálunk segíteni, és az évadhoz pedig, ahogy látom, olyan gyönyörű évad elé nézünk, úgyhogy ehhez is csak gratulálni tudok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, a kedves meghívott vendégeket és a társulat valamennyi tagját. Ahogy igazgató úr mondta, itt Alsősnek főleg a nyári időszakban van szerepe, és ez a 7 éves együttműködést ezúton én is szeretném megköszönni, és gratulálni a nyári előadásokhoz, ami
óriási élményt, emlékezetes élményeket jelentett mind a lakosainknak, mind pedig a vendégeinknek, turistáinknak, úgyhogy én szeretném megköszönni a társulat valamennyi tagjának, igazgatónak és mindenkinek, aki ebben közreműködött, hogy ezeket a felnőtt és gyermek előadásokat meg tudtuk tartani. Egy kicsit a jövőről szólva, mindig elmondom, de itt is hadd használjam ki a lehetőséget, hogy nálunk van egy olyan helyszín, az úgynevezett amfiteátrum, amelyet a Pannonvár Színházzal közösen képzelünk el majd működtetni is a rendezvény helyszín részét. Ugye lesz egy interaktív varázserdő, családi kirándulóhely része is, erről most nem beszélnék, viszont nagyon izgalmas terület a település északi részén, ahol 20 hónapon belül kialakulnak azok a feltételek, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy egyrészt színházi, másrészt pedig egyéb rendezvényeket, eseményeket is meg tudjunk szervezni, és Veszprém Európa Kulturális Fővárosa pályázatához is csatlakoztunk, tehát mint projekt ötlet mi ezt felkínáltuk, ezt a lehetőséget, és remélem, hogy ezzel erősítjük majd ezt a pályázatot. Úgyhogy még egyszer köszönöm az együttműködést, stratégiai partnerünk volt és lesz is a jövőben a Pannonvár Színház, és az idei évadhoz pedig mindenkinek jó erőt, jó egészséget és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen! A veszprémi kulturális életnek egyik legnagyobb vállalkozásának tűnik, mert egészen biztos, hogy az Európa Kulturális Főváros című pályázatban való részvétel, Veszprém bejelentette ebben való részvételi igényét. Mint említettem, folynak már nagyon sok területen munkálatok, hogy ez a pályázat összeálljon. Nem csak művészeti oldalról, amit már említettem, hogy művészeti tanács próbálja a projekt részét minél érdekesebbé tenni, hanem nagyon sok más vonalon is. Ezt összefogja a Hétfa Kutató Központ és Elemző Központ, és az ő képviseletében Mike Friderikát megkérném arra, hogy mondjon néhány szót arról, miért fontos ez Veszprémnek is, és körülbelül hol tartunk, a nem is. Jó napot kívánok, Mike Friderika vagyok. Szerintem a legtöbbjük már igazából tisztában van azzal, hogy Veszprém városa talán áprilisban úgy döntött, hogy pályázik a 2023-as Európai Kulturális Főváros címre. Ugye ezt minden 10-12-3 évben birtokolja egy-egy ország, a régi és az új tagállamok között az Európai Unióban. Mi úgy néz ki, hogy Nagy-Britanniával közösen adunk egy-egy kulturális fővárost, azonban azt tudni kell, hogy csak magyar városokkal versenyzünk. Lehet, hogy csak az én fülem van kihegyezve erre az utóbbi időben, de én úgy látom, hogy sokkal erősebb verseny elé nézünk, mint amikor 2010-es évre pályázott Pécs, ugye akkor 2005 körül zajlott a pályázatkészítés folyamata. Most nem is mennék bele abba, hogy kik a versenytársaink, mert igazából ez minket szerintem most kevésbé érdekel. Ugye biztos azzal is tisztában vannak, hogy Veszprém nem csak önmagában egyedül, mint város pályázik, hanem a Balaton, illetve a Bakony régióval közösen. Ugye ez igazából maga az a közös pályázat azt is jelképezi, vagy azt is jelenti egyben, hogy mi az egyik fő célkitézésünk, hogy egy valós régiós kulturális együttműködést indítsunk útjára, illetve erősítsük a már meglévő kötelékeket. Ugye 2023-ról beszélünk, de itt igazából nem arról van szó, hogy 2023-ra készülünk csak erre az egy évre, és majd akkor január 1-től december 31-ig is látszunk a programokból, és Veszprém és a környék egy ilyen fesztivál fővárossá, vagy fesztivál régióvá alakul át, hanem igazából ez egy 5 éves folyamat. Ugye most 2017-et írunk, 2017. decemberében adjuk le az első körös pályázatot, utána egy 10 tagú nemzetközi zsűri dönt arról, hogy ki az a 2-3 hazai város, aki tovább jut a második fordulóba, és akkor kell valójában egy nagyon részletes kulturális programmal és koncepcióval
eléjük állunk, ami majd 2018 őszén majd telén véglegesedik, és 2018 végén derül ki, hogy valójában akkor 2023-ra melyik magyar város nyeri el ezt a címet. És akkor indul egy olyan folyamat, ami pedig 2023-ban csúcsosodik ki. És ugye az szokott lenni az ilyen általános félreértés, hogy itt csak programokat kell egymás mellé tennünk majd 2023-ra, de ennél sokkal többről van szó, ez tulajdonképpen egy nagyon komolyan felépített közönség és közösségfejlesztési projektnek kell lennie. Kezdve azzal, hogy a tényleg a már működő, már létező kulturális intézményeknek a közönséggel való viszonyát javítani, a kulturális képzés kapacitásait fejleszteni, a kulturális szektorban dolgozóknak a körét, illetve képességeit tovább fejleszteni. Tehát egy nagyon összetett programról van szó, úgyhogy a művészeti tanács, aki már szintén áprilisban talán megalakult, akivel közösen dolgozunk a programon, tulajdonképpen nem csak az egyes fesztivál ötleteket teszi egymás mellé, hanem sokkal még mélyrehatóbb változásokon gondolkodunk közösen, ami mind Veszprémet, mint a régiót illeti. És ebben egyébként nagyon jó partnerre találtunk igazgató úrban, mert a pályázatunk egyik központi eleme, ugye ez a régiós bevonás kérdése, és pont a Veszprémi intézmények közül talán a Pannonvár Színház az, ami a legpéldaértékűbb módon van jelen a régióban, illetve használ különleges helyszíneket a különböző előadásokhoz, ami szintén a pályázatunkban fontos elem lesz, hogy hogyan tudunk olyan helyszínekre kultúrát, vagy egyszerűen csak életet csempészni, ami egyébként vagy romokban áll, vagy teljesen elfeledett, kikerült a köztudatból, már erre talán az Inotai erőmű példája az egyik legjobb. Igazából ami most zajlik, az a mostani folyamat, szerintem még október-novemberben a programalkotás folyamata zajlik, és utána december 20-án fogjuk leadni a pályázatot, és arra kérünk mindenkit, hogy januárban, amikor egy ilyen zárkörű prezentációra kerül sor a nemzetközi zsűri előtt, és még aznap megtudjuk az eredményt, akkor szurkoljon nekünk nagyon, illetve Veszprémnek és a régiónak. És köszönöm szépen! Erősíteni és megtartani kívánjuk a regionális szerepünket, ugyanakkor természetesen a mi törzsbázisunk, próbahelyszínünk az itt van Veszprémben. Itt is megpróbálunk minél inkább szerves részeivé válni annak a nagyon erős kulturális kínálatnak, ami egyébként évek óta van. Szeretném elmondani, hogy komoly tapasztalatokat és tanulási folyamatot jelent minden egyes ilyen művészeti tanácsi ülés a imént említett projekt kapcsán. Részben azért, mert bár én elég régóta vagyok veszprémi, mondjuk születésem óta, de rengeteg újat tanulok, hogy mi mindenről nem tudok, amit illene. Sokkal jobban lehetőséget nyújt, hogy kollégáimat sokkal jobban megismerhessem, és ebben egészen biztos, hogy biztatni szeretném társulatunk tagjait is, és mindenkit, minden veszprémit, hogy jobban ismernünk kellene egymást, jobban kellene járnunk kiállítás megnyitókra, kiállítások megtekintésére, hangversenyekre, és minden más kulturális megmozdulásra. És erre akkor lehet ez igazából erős, hogyha mindenki törekszik. Tehát azt kérem minden egyes kultúrában érintettől, hogy az információk áramlása az még erősebb legyen, jobban tudjunk egymásról, és én nagyon-nagyon örülnék, ha egyszer Veszprémben, mert nem egy új ötlet ez, de létrejöhetne egy művészklub, hát ahova a szakmai megbeszéléseken túl az élet egyéb örömeit is be lehet vinni. Tehát lenne egy ilyen nagyon jó kis kocsma, vagy hát mondjuk klubnak, ahol pohár bor vagy sör mellett lehet igazából kreatívnak lenni. Nagyon köszönöm azoknak, akiktől tanulhatok a mai napig is. Örülök, hogy itt van Művészetek Háza képviseletében Hegyes Ami László, vagy éppen a Diana, a családsegéd, ott is nagyon sokat tanultam.
És azt is el szeretném mondani, hogy és ezzel már tényleg vége van, Veszprém igazi színházi város. Én ezt egy komoly projektnek, nem problémának, hanem projektnek érzem. Három színház van Veszprémben, a Kabócabáb Színház, a Petőfi Színház és a Pannonvár Színház, és hogyha nagyon jól sikerül minden, és ebben minden segítséget megadunk, nagyon támogatnám, hogy ez egy egyetemi színjátszás is erősödjön, mert nem csak én, hanem nemzedékem számos tagja, éppen egy egyetemi színpadon szocializálódott színházi emberré. Az elmúlt napokban volt 80 éves az az ember, aki a budapesti egyetemi színpadon, Ruszt Józsefről beszélek, kiváló színház rendező, színházvezető és színészpedagógus, aki mondjuk, ha generációt mondok, Jordán Tamás mondjuk a legidősebbek közé tartozik, és mondjuk Kamarás Iván, vagy tőlünk éppen Goscsisák András talán az, aki dolgozott vele, tehát a 40 körüli színészekig, sőt, talán még fiatalabbak is tudott élményt nyújtani és tudást nyújtani. Tehát az egyetemi színjátszás nagyon fontos. Mi nagyon fontosnak érezzük azt is, hogy Veszprém egy fantasztikus színházi beruházás helyszíne lesz. Ez a 9,3 milliárd forintos színház rekonstrukció, majd a Petőfi Színház van fog megvalósulni, azt nagyon fontosnak érezzük. És azt szeretném elmondani, hogy ez a rekonstrukció mindenkinek jót tesz, nekünk is, mert fókuszál színházi értelemben is, nem csak kulturális értelemben, fókuszál Veszprémre, és ebben mindenki a maga helyén próbáljon nagyon vagy még jobb lenni. És az érték, amit mi képviselünk, én úgy érzem, az évről évre erősödik. Mi kicsit észrevétlenül, vagy nem tolakodóan mutatjuk azt, hogy lépünk előre, és ez a bizonyos értékközpontúság egyre inkább a színházi produkcióink, bemutatóink lényegét képezi. Azt is mondhatnám, hogy sokkal több kockázatot vállalunk, aminek egyébként eredménye van, amit szeret a néző. A jó értelemben vett és felelős kockázat az nem vehető, ez a színház egyik legérdekes, az előadó művészet egyik legfontosabb lételeme. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, köszönöm a társulatnak, hogy itt voltatok. Azt is fel szeretném kínálni a sajtó képviselőinek és vendégeinknek is, hogy nyugodtan hozzászólhat bárki, nem csak akiket megkértem, kérdezhet, örömmel állunk a kérdések elé is, legyen az bármilyen természetű is, úgyhogy én most átadnám a szót a kérdések terepének, amennyiben van, várjuk szeretettel.